Elég jól végzik a munkájukat, hiszen a horgászok létszáma most már a 760 ezret közelíti, és ha azt nézzük, akkor 2 év alatt több mint 250 ezer új horgász jött be ebbe a társadalomba. Ezt hogyan értékelik, és számítottak ekkora úgymond boomra? Lehet-e ezt robbanásnak nevezni? Hát egyrészt talán beérett az a munka, amit tettünk, hiszen a természetes vizekre egy olyan 10 évvel ezelőtt senki nem nagyon szeretett kijárni, hiszen nem találkozott hallal, nem voltak megfelelő a körülmények, látták, hogy lehalásszák előlük a vizet, és ebből komoly feszültségek voltak, úgyhogy egy nagyon komoly munka volt az, hogy egyáltalán megszereztük a természetes vizek hallgazdálkodási kezelői jogát, és olyan körülményeket próbálunk meg teremteni, amivel sikerül visszaédesgetni a horgászokat. Hogyha körbenézel, akkor látod, hogy a szövetségeknek nagyon komoly gépjárműflottát tudtunk bővíteni, a halőriterőpjárókat, horgászcsónakokat, ilyen vízforgatókat, éjjellátó berendezéseket, a halőri egyenruhát, és most éppen olyan beszerzést írtunk ki, amelyik fűkaszákat és olyan partvédelmi eszközöket kaphatnak a szervezetek 50%-os önerővel, amivel azt gondolom, hogy sokat tudunk segíteni, és emiatt azért jól láthatóan a horgászok is szeretnek most már visszajönni. Hol lehet a határ? Elérhetjük az 1 milliót is? Én nagyjából azt gondolom, hogy itt vagyunk azon a határon, amelyik mozgolódik. Amióta van a horgászkártya, azóta azt is tudjuk nézni, hogy a horgászaink milyen életkori megoszlásban vannak, egy ilyen úgynevezett korfával is rendelkezünk. Abból nekünk az az információ jön le, hogy egészséges a korfa, tehát nem csak idősek vannak, hanem fiatalok is vannak, középkorúak is vannak, és a középkorúak vannak döntő többségben. És ami még megdöbbentőbb és nagyon örömteli, hogy nagyon sok nő is kezdte és folytatja is a horgászatot. Mennyien vannak? Hát többen, mint gondoljuk. Számszerűen tudjuk? 100 000-et közelíti már a hölgyeknek a száma is.